Kepes Andrással folytatjuk. Szia, jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljöttél. Az apropónk az az, hogy 2011 után a Tövis puszták újra megjelent. Úgy fogalmazta, hogy átfésült formában. Miért kellett átfésülni, az mit jelent? Igazából felajánlott a Libri kiadó, hogy újra kiadja a Tövis pusztát, és elolvastam, és azt mondtam, hogy igazából tetszett, de nem tetszett annyira, hogy azt mondtam volna, hogy akkor most ezt változatlanul nyomják újra, és megbeszéltem velük, hogy szívesen átdolgoznám. És akkor elkezdtem átdolgozni, és úgy belemelegettem, úgyhogy elég alaposan átdolgoztam. Formai, tartalmi, stilisztikai? Szerkezetileg átdolgoztam egy kicsit, sokkal egyértelműbb lett bizonyos rész, nagyon sokat húztam belőle, rengeteget hozzáírtam, bizonyos karaktereket egy kicsit kibontottam, és ez csak magától sokkal szervesebben összeállt, és akik olvasták, azt mondták, hogy még humorosabb, mint az előző. Hát pedig az előző humorával sem volt semmi gond. Igen, ugye a HVG-nek adtál ezzel kapcsolatban egy interjút, és ott úgy fogalmaztál, hogy a mai napig úgy csinálunk, mint a versengeni kéne a tragédiákkal, hogy a Donkanyar, hogy a holokauszt, hogy Trianon egy-egy családban a, melyik a nagyobb tragédia, és hogy ebben talán segíthetnek ezek a személyes történetek, mert hogy te egyik tragédiát sem helyezted a másik fölé. Ilyen szempontból mondjuk az elmúlt 6 év, amikor először megjelent a regény, változtatott, vagy ugyanígy tartunk, hogy versengenek ezek a egyenesen párhuzamosan futó történelmi értelmezések? Én azt gondolom, hogy itt körülbelül 100 éve már nem nagyon változott semmi, legalábbis abban a megközelítésben nem, hogy mindig a egyféle igazság van az emberek fejében. És ez így volt a Horthy korszakban, így volt a Kádár korszakban, Rákosi alatt, és most is így van. Ami ugye azt jelenti, hogy ez az egyféle igazság az általában kettő, mert van az én véleményem, meg van a marhaság, de hogy párbeszéd az gyakorlatilag nincs. Tehát ez vonatkozik a traumákra is, hogy én azt gondolom, hogy ugye a gondolkodásra azt szoktuk mondani, hogy az egy társadalmi közegben zajlik. Tehát úgy gondolkodunk, hogy mindig valamihez képest fejtjük ki a gondolatainkat, és akkor hát így csiszolognak a gondolatok. Most egy olyan közegben, akár szeméről van szó, akár egy társadalmi közegről, ahol ez a fajta párbeszéd nem létezik, az a közeg elputul. Na jó, és mi kéne ahhoz, hogy egy olyan közeg legyen, ahol van az én véleményem, meg van a tiéd, ami nem marhasság, hanem a te véleményed? Hát egyrészt mondjuk ez kultúra kérdése, tehát egy olyan társadalom, ahol kompromisszum, mint szó egyáltalán szóba kerül, Az egy kultúra kérdése. Nálunk ez valahogy nem fejlődött ki. Tehát ha én azt a szót mondom mondjuk, hogy hatalom, akkor mondd az első szót, ami eszedbe jut róla. Orbán kormány. Jó, de ez jó, foglalkozási általam. Világos, szerintem. A politika jutott róla az eszedbe. Igen. Holott, ha az ember végig gondolja a környezetünket, akkor kiderül, hogy hatalom címén itt rengeteg dologról neked szó lehet. Neked mi jut eszedbe a hatalomról? Nekem például többség és kisebbség, hivatal és ügyfél, férfi és nő, és még hosszasan lehetne sorolni, olyan kérdéseket egyébként, amik naponta most előkerülnek. Igen. És nem tudjuk megválaszolni ezeket a kérdéseket, mert mindig ez az egyféle gondolkodás van. És ugyanez van egyébként a traumánkat illetően is. Hogyha a különböző családtörténeteket végighallgatjuk, akkor kiderül, hogy attól függően, hogy az illető, nem tudom, nagypolgár, arisztokrata, szegény paraszt, polgár, keresztény, zsidó, sorolhatnánk sokáig a különböző kategóriákat, mindenki a saját szempontja alapján meséli el a történetet. És hogy nem létezik egy olyan közös keret, mert a történelemtanítás nem erről szólt, mert a politika nem erről szólt, mert egyáltalán a közbeszéd nem arról szól, hogy van egy nagy közös keret, és azon a közös kereten belül próbáljuk elhelyezni saját magunkat. És ez nem azt jelenti, hogy akkor föl kell adni a saját értékrendünket, hanem csak, hogy határozzuk meg a saját pozíciónkat, és határozzuk meg, hogy melyek azok a nézőpontok, ami alapján beszélünk. Hát mondhatnánk, és picit te is mondod magadról, hogy úgy könnyű, hogy gyerekkorodban már világot láttál, hogy éltél Buenos Airesben, háborús övezetekben, Szíriában, Libanonban is, tehát, hogy eleve hozod magaddal az empátiát, meg a nyitottságot. Ez biztos, hogy nagyon sokat segít, meg egy eleve olyan családban nőttem fel, ahol különböző kultúrák teljesen természetesek voltak. Tehát mondjuk a mi családunkban a zsidó és a keresztény kultúra, a keleti kultúrák, azok
abszolút természetesen fonódtak össze, mert valahogy a családnak az érdeklődése az sokfelé elágazott. Szóval, hogy ilyen múlttal, ilyen gyökerekkel könnyű, de... Más múlttal, más gyökerekkel is könnyű lenne, hogyha mondjuk erre akár az iskolarendszer, akár a családok, akár a politika elsősorban erre figyelmet fordítanak. Tehát ugye az a gond, hogy itt különböző kategóriák keverednek. Tehát keveredik a történelem, a történelmi traumákkal, és keveredik a hétköznapi gondolkodással, mint ahogy keveredik a morál a joggal, és ha ezt sikerülne szétválasztani, mert én nem hiszem, hogy ezt ilyen csattintásra, csettintésre meg lehetne oldani, de azt meg lehetne oldani, hogy az ember elkezdi elemezni ezeket a dolgokat, hogy történelem az, ami dokumentált tényeket és összefüggéseket tárgyal. Történelmi trauma az, ami a pszichológia és a társadalom lélektan területe. És ha ezt odáig sikerülne az embereket eljutatni, és hogy mi a propaganda, rögtön kiderülne, hogy mi a politika. A politika pedig hatalomtechnika, és propaganda, és kompromisszumkészség. Igen, de pont a politika pro-kontra minden oldalnak ez az érdeke, hogy ezek keveredjenek. Mert így lehet szépen hordákat gyártani ide is, világos, oda is. Világos, hát a politikának, ha a politika szempontokat nézzük, akkor hatalomtechnikának ez az érdeke. Az iskolarendszernek nem ez az érdeke, a családnak nem ez hát, az érdeke. Hát ha centralizált és a politikai érdekeknek alárendelt az iskolarendszer, hát, akkor már igen. Attól nem az iskolarendszer érdeke lesz, hanem a hatalomnak lesz az érdeke, hogy befolyásolja az iskolarendszer. Tehát én azt gondolom, hogy odáig kellene az embereknek eljutniuk, hogy értsék, hogy itt mindegyiknek megvan a saját gondolkodásmódja. És én tulajdonképpen a Tövis pusztában egy közös keretet szerettem volna teremteni. Tehát én azt szerettem volna, hogy egy történelmileg hiteles térben, hogy lehet különböző értékrendű és gondolkodásmódú családokat bemutatni, akik össze-vissza kapcsolódnak egymással, és fantasztikus kalandok és egyebek érik őket, hogy hát, ha aki a könyvet elolvassa, az eljut odáig, hogy nem csak a saját traumáit érti meg, hanem megpróbálja végig gondolni más szempontból mások traumáit. Azt, hogy nincs párbeszéd, amiről eddig beszéltünk, az téged zavar, nyomaszt, ettől rosszabbul érzed magad Magyarországon? Én bármit csináltam eddig az életemben, mondjuk a Desszert című műsoromat, a Világfalut, a könyveimet, ugye a Világképet, a Tövis pusztát és összes többi, az mindegyik párbeszédről szól. Az mind arról szól, hogy... De hogy nem lehet... zavar, hogy ehhez egyáltalán nem jutunk közelebb, hanem inkább zavar. Távolodunk? Hát, nyilván azért beszélek állandóan erről. De hogy úgy értem, hogy a hétköznapjaidat is zavarja, vagy te ettől még azért jól érzed magad a bőrödben, mint Kepes András, és ennyire nem furakodik be a átlag lelkiállapotodban, hogy ez egy ilyen zavar. Ország. Hát én azt gondolom, hogy nagyon zavar. Hát zavar az, hogyha valakivel nem tudok normálisan beszélni, és ha azt hallom, hogy én mondok valamit, és látom a szemén, hogy nem azt érti, amit én mondok. Tehát már ezért sincs párbeszéd, mert nem is tudunk egymásra odafigyelni, és ha nem tudunk egymásra odafigyelni, akkor nemhogy vitatkozni nem lehet, semmit nem lehet csinálni. És attól elbutul egy társadalom. Tehát igazából az zavar engem, hogy azt látom, hogy olyan emberek, és egyébként ez érvényes, nem csak a politikára, hanem érvényes az ellenzékre is. Tehát nálunk a politika és az ellenzék is mind a kettő hagyományosan arrogáns volt és intoleráns volt. Hú, de folytatnám még ezt a beszélgetést. Gyere vissza valamikor. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm neki.